Köszöntök mindenkit a csatornán, folytatjuk a Subnautica tutorial videósorozatot, és ebben a részben elég sok mindent fogunk beszerezni, és elég sok mindenre fogunk foglalkozni, úgyhogy ugorjunk is bele. Na, rögvest kezdeném ott, hogy van olyan lehetőség itt a bázisépítésen belül, hogy jelzéseket tudunk elhelyezni bizonyos helyekre, és bele tudunk írni bármilyen szöveget, amolyan segítségképpen, úgyhogy most egy ilyet fogunk kipróbálni. Csak először előveszem az élőhelyépítőmet. Úgy igaz. És mondjuk ez itt a kiárat, és akkor ide elhelyezünk egy ilyen jelzést, hogy hogy ez a kiárat. Nya, kezdjük el. Azt mondja, hogy az egyebeknél van. Az egyebeknél van ez a jelzés, kell hozzá egy részdrót. Már is beszerezzük. Elméletileg van is nekem részdrótom. Ímem. Egy tartalék. És akkor ide elhelyezzük a jelzést. Mondjuk így ide. Nya. Íme, tehát ott van a kiállt, hogy jelzés, és bármit be lehet írni. Azt hiszem, hogy 20 karakter fél bele összesen. 20 karakterig bezárólag lehet bele írni. Hát mit írjunk ki? Mondjuk beleírjuk, hogy uszoda. Abba az irányba az uszoda van, így van, tehát magyarul a kijárat. Na, ezt is megmutattam, és bárhova el lehet helyezni ilyen jelzést, mondjuk, hogy arra van a csikó, ha valóban elhelyezitek. De a kijárathoz a legjobb tenni ilyen uszodát, és akkor biztos, hogy el tudjátok helyezni, de hát rátok van bízva tulajdonképpen, szabadon választott. A következő, amit meg fogunk csinálni, elhagyjuk a bázist. És van nekünk most már ugyebár kültéri veteményesünk, oda ülteti fogunk ilyen vízivirágot. Elsősorban ilyen zselé növényt gondoltam. És azt nézem, hogy hova fogom letenni egyáltalán ezt a dolgot. Na nézzük. Kültéri modulok. És itt van. Kültéri veteményes. Kettő darab titán kell hozzá. És akkor le tudjuk tenni. Na keresünk neki egy olyan helyet, ami nagyjából vízszintes. Mert csak olyan helyre lehet letenni, ami úgy nagyjából vízszintes. Forgathatjuk is, stb. Hát ilyen helyre biztos nem lehet letenni, akkor menjünk oda lejjebb. Hát, ha itt már engedni fogja. Na. Esetleg ide valahova. Ide a csőhöz. Igen, ide a csőhöz engedi, ez elég vízszintes. Na lássuk, oda letesszük. A kültéri veteményesünket. Na, vissza a bázisra. Super. Welcome aboard, Captain. És most egy olyan helyre fogunk menni, ahol még eddig nem jártunk, és egyébként a sztori küldetés is arra küldene most minket, úgyhogy akkor térjünk rá erre a dologra, és egyébként is már nagyon szerettem volna erre a helyre menni. Gyorsan beszállunk. Csikóhalba. Először is elmegyünk a központi koralcsőhöz. Csak hogy azok is tudják, hogy hol megyünk, akik esetleg nem tudják, hogy pontosan hol is találják ezt a helyet. Szóval itt van a központi koralcső. Tudjátok, ez a, ami kilóg. És itt van balra ugye az Aurora. És ehhez viszonyítva elindulunk a Degassi, a tervezett Degassi élőhely irányába, amit a küldetés szerint. Ez az iránytű szerint délkeleti irányban található innen a központi csőtől. Tehát, ha elindulunk délkeleti irányban az iránytű szerint, akkor haladjunk egy kicsit oda az Aurora fara felé. És itt lesz az a növényes rész, ezen kell átmenni. Hoppá, miért jössz nekem be? Itt van ez a kúszó növényes tudsz, ezen átmegyünk. Délkelet irányba. És itt kezdjük majd meg a merülést. Itt van ez a... Hát ilyen boltív, egy kis boltív is található itt, meg több is található itt, de erről lehet felismerni, hogy erre kell jönni. És hogy ezt megtaláltátok, akkor egy kicsikét arrébb megyünk. Így, és látjátok, ezen a részen vagyunk. Így néz ki. És ottan van a luk. Oda kell lemenni. Úgyhogy mi is oda lemegyünk. Ide már csak akkor menjetek le, hogyha már legalább 300 méter mélységig le tudtok menni a csikóhallal, mert... Hát mélyre megyünk. Nya! Na, hatoljunk be akkor ide a lukba. De csak óvatosan.
ez a Degasziak tervezett élőhelye. Én medúza barlangnak is nevezném, de ami biztos, hogy kígyó barlang. Egyébként zselégomba barlang, azt hiszem a hivatalos elnevezése. Mint látható, itt nagyon sok zselégomba található. De én medúzának is lehetne tulajdonképpen őket nézni, de nem medúza, hanem ez zselégomba. És itt vannak kígyók is, úgyhogy óvatosan kell majd eljárnunk. És ha lejöttök ide, rögtön itt van egy bázis, ezt kell nekünk most alaposan feltérképezni. Le is rakom ide a csiklóhalamat. És itt elég sok minden lesz, majd itt nagyon alaposan át kell néznünk majd ezt a barlangot. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Jó, majd vigyázunk, jó? Kezdjük szkennert elő. Több célú helység. Egyik legfontosabb. Egyik legfontosabb, hogy legyen meg a több célú helység. Ez nagyon hasznos dolog tud lenni. Fali veteményes. Ez is jöhet. Akkor van itt hőerőmű töredék is. Atomreaktor töredék. Grátisba. Na, ott vannak a kígyók, tessék. Azokkal vigyázni kéne, mert úgy előszetettel belemásznak az embernek az arcába. Úgy váratlanul. Még egy hőerőmű töredék, csak úgy. Még egy hátborzongató hangok vannak itt. Nagyon csinos. Nya. Itt is vannak ám cuccok még. Energiacella töltőállomás töredék. Nagyon hihet. Ez már nagyon kellett. Ne basztassának. Itt is van egy dobozka. Itt már voltam, igen. Hagyjál végén. Ennél közelebbi hely nincs, ahol magnetithez lehet jutni. Úgyhogy aki magnetit hiányban szenved, nyugodtan látogassa meg ezt a helyszínt, mert érdemes. Mi is egy kicsikét körülnézünk magnetit ügyileg. Aztán itt is vannak ilyen palaki növések. Gyémánt. Csak aztán vigyázni kell ám a kígyókra odafönn. Még egy kis gyémánt. Lítium. Magnetit. Na, visszamegyünk a bázishoz. Azért ez mennyire beteg dolog ilyen helyre építeni egy bázist, nem? Jézusom. Nagyon. Nagyon durva. Na. Akkor bemegyünk, behatolunk a bázisba. Ott a bejárat. És itt is összeszedünk egy-két dolgot, aztán végeztünk. Na, csak óvatosan. Jó. Egy PD-ja. Forgószék. Még esetleg. Víztisztító berendezés. Jaj, de jó. Vélem nem kell a vízzel szarakodni. Csak szkenned le. Ez az. Jaj, de jó. Itt majd vigyázzuk, hogy nehogy eltévedjünk, mert itt több rétegű a dolog. A csüngő fullágok tudnak ám koskodni. Jó. Ezt felvesszük. Hopp. Jó, nem baj. Kicsit megrázhatnak, de most sietek. Úgy. Egy kis levegő. Na hát akkor visszatértünk a bázisra. Építsük meg ezt a több célú vagy öncélú mellékhelyiséget. Mondjuk ide balra. Azt mondja, itt látod a több célú helyiség 6 darab titánból megépíthető. És persze egy szinten legyen. Ezt tudja műteni. Csodálatos. Csak már kell egy megerősítés is, mert minusz 1,25-en tovább. Várjatok? Arra gondoltam. Mondjátok, nem. Ezt a módosító állomást áttesszük oda. Csak hogy praktikuság szempontjából. Ez úgy lehet, hogy ezzel az építő berendezéssel, vagy ezzel az építő cuccal lebontjuk a Q megnyomásával.
visszakapunk mindent, amiből épült, és áttesszük ide. Betéri módulok, ott van. Módosító állomás. Ide átrakom ezt a módosítót. Itt kevésbé lesz útban. Meg praktikus is, praktikusabb is lesz itt. Jó. Már nyilván berakadtam volna az öncirú mellékhelyiségbe is, de nekem itt jobban tettük. És akkor ide. Ugye itt van az elemtöltő, és ide fogunk tenni energiacellatöltőt. Éme itt van. Amihez kell 2 darab titán, 2 darab rubint és fejlett kábelkészlet. A fejlett kábelkészletet meg tudjátok nézni, miből készül. Nekünk még 2 titánra van, tehát szükségünk. Szedjünk gyorsan 2 titánt. Úgy. És akkor ide megépítjük. Na, ide fér legalább. Igen. Valahogy. Valahogy oda kell, hogy férjem. Aha. Így. Tökéletes. Ja. És akkor lesz energiacella töltőállomásunk is, hogyha energiacellát akarunk majd tölteni a későbbiekben. Ja. És akkor ez itt az öncélú mellékhelyiség. Vagyis hát a több célú helyiség. Arra gondoltam, hogy rögtön itt a közepére tenni fogok egy bioreaktort. Az nagyon hasznos, hogy ne 75 energiánk legyen, hanem annál azért kicsit több. És itt az építésnél, az építő cuccnál, a beltéri daraboknál találjuk a bioreaktort. 3 titán kell hozzá, kábelkészlet kell, anyag. Ilyen egyszerű az egész. Ja, lássuk. És akkor fordítsuk erre, hogy felénk álljon, így van. Ja, meg is vagyunk. És 575 energiát elő tud állítani, hogyha beleteszünk. Szerves anyagot komposztál energiává. Na akkor szerezzünk szerves anyagot. Hát szerves anyag lehet bármi, ami élő lény, tehát tulajdonképpen akár a savgombától kezdve bármi, ami... amit ott kint találunk, mindjárt szedek össze pár dolgot, jó? Mi erre van, aki erre? Usz oda! Oda van kiírva, azért írtam föl. Na akkor egy kis savgomba. Mindjárt összeszedek egy pár savgomba. Na az hogy válkatunk le egyébként táblakorolat is, az is szerves, mert minden, ami szerves élőlény, ez mehet bele. Akár még szimpla élő halakat is beletehetnénk, hogyha nagyon akarnánk szadizni. De nekünk most elég lesz a gomba bele. Na, szedtük össze néhány gombát. Na, lássuk. Akkor lépjünk bele. Itt van egy csomó gomba. És itt van, hogy mennyit lehet belerakni. Azt mondja 4x4, 16-ot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Hát majdnem sikerült. Egy hiány meg volt. És mit látható, aktív. És keveri a cumót odabent. Keveri a savgombát energiával. És növekszik is az energiánk. Már 90-nél tartunk. És egyre csak nő, egyre csak emelkedik. Jaj, de szuper. Na. Meg volt az energiacella is, meg volt a több célú helyiség is. És akkor gyakorlatilag itt be lehet építeni, hogy oda teszünk egy dupla ágyat, széket, vagy bármit, amit összeszedtünk már itt a játék során. Meg is lehet nézni, miket lehetne tenni. Itt az egyebek között például ugye egy fali veteményest föl lehetne ide rakni rögtön. Szedtünk össze ilyet, hogy szemetes, pad, szabványos kétszemélyes ágy, íróasztal, forgószék. Akvárium, ugyebár. Kaspó, szabványos kaspó. Szintetikus talajt tartalmaz, tehát lehet, hogy lehet beleültetni akkor. Ezek szerint. És beltéri veteményes, tényleg ez jó. Még ide teszek egy beltéri veteményest. Az fontosabb, mint most más. Csak 4 titán kell hozzá. Szedjünk 4 titánt. 1, 2, 3, 4 titán. És... oda teszünk egy beltéri veteményest. Nem tudom, mennyi helyet foglal, de majd most mindjárt kiderül. Hát, fogjál ma helyet szépen. Úgyhogy az egyik oldalt lefogjuk, amennyire lehet. Egyenes legyen az az. Ja. Itt lesz a beltéri veteményesünk. Na, és akkor ebbe lehet ültetni dolgokat. Hozom is a magvaimat, mert hogy szedtem össze. Ilyen magvakat, ilyen növényi magvakat, amik eltő növényeket állítanak elő, azt úgy lehet, hogy elmentek azokra a szigetekre, például arra a lebegő szigetre, ahol voltunk korábban is. És ott késsel,
vagy pedig összeszedéssel, szimpla kézi összeszedéssel összeszedtek ilyen burgonya gumókat, vagy ilyen dinnye magvakat, késsel, vagy a dinnye, nem is tudom milyen dinnye ez, valamilyen dinnye volt ott kint a szigeten, az késsel kicsit magvagdossátok és kaptok hozzá a magot. Na nézzük. Én tettem a magokat. Hát ez a kínai burgonya megrohadt itt menet közben, amíg itt szarakodtunk. Tehát ebből már valószínűleg nem lesz semmi, viszont a márvány dinnye mag az... az még jól állt. Ez kár, hogy megrohadt. Na mindegy. Akkor a dinnye magot fogjuk elültetni. Az is ehető végül is. Hát, látjátok, kicsit elmegyek. Itt vagyom a bázist 5 percre, már is megrohad valami. Úgyhogy nem, semmit nem szabad itt tárolni. Na nézzük azt, hogy a ültető használata. És akkor belerakjuk ezeket a márvány dinnye magokat, azt abból legyen valami kaja. Így. Na, elültetjük, aztán majd elvileg kinövekszik. Én azt gondolom, minden rendben van. Ezt a részt akkor ezzel le is zárjuk. Köszönjük szépen a figyelmeteket, és innen folytatjuk majd a következő epizóddal. Biztos lesz még valami érdekesség, amit meg tudok nektek mutatni egy tutorial jelleggel. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és tartsatok velünk legközelebb is. Köszi a figyelmet, sziasztok!